2008 óta vizsgálja a fogyasztóvédelem a termékbemutatókkal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet, és annak ellenére, hogy minden évben azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan visszaélnek a kiszolgáltatott fogyasztókkal, a jóhiszemű nyugdíjasokkal, szépkorúakkal, minden évben történik törvényi módosítás, de elérkezettnek láttuk az időt, hogy egy nagyobb konzultáció keretein belül, egy szélesebb összefogás keretein belül próbáljuk érvényesíteni azokat az elképzeléseket, azokat a javaslatokat, amik nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a következő időszakban a jóhiszemű szépkorúakat, jóhiszemű fogyasztókat kihasználó cégeknek a tevékenysége visszaszoruljon. Ki nem hallott volna már csodafotelről, masszázságyról, különböző átverésekről, utaztatásokról, ezeknek kell egyértelműen véget vetni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezért azt üzeni, hogy kiáll a fogyasztók mellett, kiáll a szépkorúak mellett, és tette mindezt akkor, amikor 8 hónappal ezelőtt létrehozta a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságot. Mottunk nem inzultálni, hanem konzultálni. Ez esetben is ez következett be, hiszen konzultáltunk a politikai pártokkal, a politikai szereplők, és nagyon örülünk annak, hogy a KDNP magára vállalta ezt a nemes feladatot. Tudva azt is, hogy nyilván minden évben vissza kell térni erre a feladatra. Parag miniszter úr már jelezte, hogy három javaslatunk van, ebből egyet el is mondott, miszerint az ügyfélszolgálatoknak a kötelező nyitvatartása, ügyfélszolgálatoknak a működtetése a jövőben megfontolandó kérdés, hiszen sok esetben a termékbemutatót követően, annak ellenére, hogy már 14 nap az elállási idő, mégsem tudnak a károsultak kapcsolatot létesíteni a cégekkel, akik ezeket a csoda termékeket árusítják. Úgyhogy fontosnak tartjuk, hogy azok a cégek működhessenek csak, akik országos szinten call centerrel, ügyfélszolgálati irodát tartanak fönt. Nagyon fontos kérdés továbbá, hogy ezek a hitelszerződések hogyan kerülnek megkötésre. Egy klasszikus termékbemutató úgy zajlik, hogy a szépkorúak, nyugdíjasok vagy bármely fogyasztók ellátogatnak a termékbemutatóra, ők utána részt vesznek egy ingyenes ebéden, egy ingyenes utazáson, egy ingyenes kiránduláson, majd sok esetben a buszon, vagy egy étteremben, vagy egy szállodában megkötnek egy hitelszerződést. Hiszen lássuk be, nem mindenki megy el úgy egy ilyen termékbemutatóra, hogy 800.000 forintot visz magával, hogy egy csoda ágyat, egy csoda masszázsfotelt vásároljon, ezért hitelszerződést iratnak alá ezek a fogyasztókkal, és később, amikor rájön arra, hogy hoppá, én már egy bankkal állok szerződésben, és eltűnik a cég, akkor jönnek hozzánk ezek a panaszosok. Tavaly és tavaly előtt is több ellenőrzést folytattunk. Tavaly 99 ellenőrzés esetében 68%-os volt a kifogásolási arány, 2013-ban pedig 150 ellenőrzés keretein belül megállapítható, hogy 110 kifogásolás, vagy 110 esetben volt kifogásolás, tehát jogszabálysértés a termékbemutató keretein belül. Úgyhogy a hatóságnak amellett, hogy támogatjuk azt a javaslatot, hogy országos ügyfélszolgálatot hozzunk létre, megfontolandónak tartjuk törvénymódosítás keretein belül a hitelszerződéseknek a szigorítását. Fontosnak tartjuk, hogy üzleten kívüli értékesítésnél, ez esetben a termékbemutatóknál, tehát üzleten kívüli értékesítés esetében fogyasztói hitelszerződést ne lehessen a jövőben kötni. Tehát buszon, szállodába, kirándulás keretein belül a fogyasztókkal fogyasztói hitelt nem lehet aláírattatni, hitelszerződést ne lehessen aláírattatni, csak a bank fiókba, a banknak a telephelyén, székhelyén lehessen megkötni ezeket a szerződéseket. Azt gondoljuk, hogyha egy fogyasztó elmegy egy ilyen termékbemutatóra, és ott talán a különböző marketing eszközöknek és befolyásoltság alatt nem kellő körültekintően írja alá a szerződést, nem kapja meg azt a tájékoztatást, akkor később szembesülhet avval a problémával, ami országos szinten is egyre nagyobb méreteket tölt. Fontosnak tartjuk, hogy a hitelszerződést ne olyan alkuszok irattassák alá ezekkel a fogyasztókkal, jóhiszemű fogyasztókkal, szépkorúakkal, akik nyilván a jutalék miatt teszik mindezt. Fontosnak tartjuk, hogy menjenek el egy hitelintézetbe, kapjanak korrekt tájékoztatást, és ha ennek ellenére úgy dönt, hogy neki szüksége van egy csoda matracra, egy masszázsfotelre, megkötheti, de kapjon korrekt tájékoztatást, úgyhogy fontosnak tartjuk egy törvénymódosítás keretein belül, hogy a fogyasztói hiteleket csak a bankfiókba köthessék meg a jövőben az üzleten kívüli értékesítés keretein belül résztvevők, fogyasztók. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez az összefogás
jó lehet arra, hogy segítsük a kiszolgáltatottakat, segítsünk azokon a fogyasztókon, akiket tudatosan megtévesztenek. Jó ötletnek tartjuk az elállással kapcsolatosan az országos ügyfélszolgálati hálózat kötelezővé tételét, illetve hogy üzleten kívüli értékesítés esetében csak a bankfiók épületében korrekt tájékoztatás mellett köthessenek fogyasztói hitelszerződést a termékbemutatókon résztvevő fogyasztók. Én röviden még egyszer meg szeretném köszönni a KDNP-nek, miniszter úrnak, országgyűlési képviselő úrnak, államtitkár úrnak, hogy elfáradtak a fogyasztóvédelmi hatóság épületébe, és bízom benne, hogy mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy családok százai meneküljenek meg attól a problémától, amiben sajnos nagyon sokan tudatosan visszaélve a fogyasztók bizalmával mégiscsak tevékenykednek a piacon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.